Az, hogy a stressz meg a rohanó világ, amiben élünk, nem okoz semmi pozitívat a szervezet számára, esetleg megbetegít, aztán mindannyian tudjuk. De melyik szervünkön, szervrendszerünkön hagy igazán nyomot? A stressz az minden szervünkön nyomot hagy, hiszen rendszer szinten betegít meg minket, megváltoztatja az immunsejtjeink működését, és hogyha egy szóban akarnám, vagy egy szó összetételben akarnám megfogalmazni, hogy mit okoz a stressz, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen gyulladást okoz az egész szervezetben. Olyan gyulladást, ami krónikus, alacsony dózisú gyulladás, ami megnyilvánulhat mindenhol a szervezetben, és ott, ahol az emberek éppen sérülékenyebbek, ott akár a betegség szinten is diagnosztizált betegséget is lehetne találni. Ilyen lehet a bélgyulladás, az ízületi gyulladás, a pajzsmirigy problémák, mind előjöhetnek ilyenkor nagyobb valószínűséggel. A stressz és a gyulladás megtámadja a központi idegrendszerünket is, a hormonszabályzásunkat is megváltoztathatja, és olyan változásokat is előidézhet, amire nem is gondolnánk, hogy összefügghet a stresszel. Akár még a bőrünkön lévő pattanások is összefügghetnek a stresszel, hiszen a központi idegrendszerünk károsodik, akkor az egész szervezetünknek a működése megváltozik, az immunrendszerünk is másképp működik, akár túlreagálhat különböző kórokozókat, aminek lehetnek szövődményes következményei is. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül, hogy milyen olyan következményei lehetnek a stressznek, amire eddig nem is gondoltunk.